Idén a polgárőr napnak bogyisztó adott otthont. A nagyközség polgárőrei már évtizedek óta a falu megbecsült lakói. Önként vállalt szolgálatukat a helyiek nagybecsben tartják, sőt, mint kiderült, a nagyközség polgármestere szintén rótta az utcákat polgárőrként egykor. Én magam is egy polgárőrként aktívan tevékenykedő polgármester voltam. Egyszer ide költözött Bogyiszlóra egy veszélyes család. Hát abban az időben, 90-es évek második felében olyan felháborodást keltő életmódot élt, és a fiatalok, a középkorú idősebb emberek féltek tőle. És akkor az volt a válaszunk erre, hogy megalapítottuk a Polgárőr Egyesületet. Bogyiszlón tehát a polgárőrség megalakulása egy a helyi közösség életét felforgató család miatt történt az 1990-es években. Akkoriban még egészen másként mentek a dolgok, mint manapság. A polgárőrök ugyanis gyakran saját eszközeiket felhasználva láttak el önkéntes szolgálatot. Polgárőrök saját erőforrásokkal, tehát saját autóval adtak szolgálatot, és hát ilyen klasszikus, meg biciklivel mindenhogyan figyeltünk, és adtuk a drótot, hogy így mondjam, a rendőrségnek, hogyha valamit észleltünk. Ez a hőskora volt a polgárőrségnek még, akkor kevés ilyen központi lehetőség volt eszközökhöz jutás, vagy egyéb támogatások. Nem élvezett ekkora támogatottságot a polgárőr mozgalom, mint ma. A rendszerváltás után megalakuló polgárőr egyesületek tevékenysége már csak azért is tiszteletre méltó, mert az Országos Szövetség elnöke szerint sem voltak könnyű anyagi helyzetben. Sőt, ami esetükben talán ugyanilyen fontos, a frissen megalakult egyesületek társadalmi elfogadottsága sem volt éppen rózsás. Az első időszak a 91-től 97-ig ez egy ilyen útkeresés volt, és ezt nevezzük hőskornak, amikor csak a lelkesedés és a saját ellátás, egy saját pénz, saját jármű, saját ruházattal látták el a szolgálatot. Azt követően 97-től próbáltuk 2010-ig felépíteni, kiterjeszteni a polgárőrséget országosan, és fölvettük a kapcsolatot a állami szervekkel, a rendőrséggel, a kormányzattal, a belügyminisztériummal. És hát azt mondanám, hogy ebben az időszakban is inkább megtűrt volt a polgárőrség Magyarországon, tehát nem tiltották, de különösebben nem támogatták. Az 1990-es évek óta viszont sok minden változott. Például, hogy a polgárőrök 2021-re a társadalom különösen megbecsült tagjai lettek, ezt pedig a kormányzat is elismeri. 2011-től, amikor a Magyarország mostani kormánya meghirdette, hogy a közbiztonság az nemzeti ügy, nemzeti kérdés, akkor ebbe a polgárőrség is belekerült, és a polgárőrség is kiemelt figyelmet és támogatást kapott. Kezdődött azzal, hogy 2011-ben elfogadták a polgárőrségről szóló törvényt, amely tulajdonképpen letette a polgárőrség szakmai tevékenységének és az állami támogatásának a rendszerét. Bár a kezdet nem volt könnyű, a polgárőr egyesületek már évtizedek óta dolgoznak jó együttműködésben a rendőrséggel. Ez a kötelék pedig napjainkban minden korábbinál szorosabb. Az együttműködés a rendőrség és a polgárőrség között, ez már nem is együttműködés, azt kell mondani, hogy szimbiózis. A feladatrendszerből következően nem tudjuk már egymás nélkül azokat a feladatokat ellátni, ami a rendőrségre, illetve a polgárőrségre hárul. Megosztjuk a feladatokat, kisegítjük egymást, és ezáltal tudjuk garantálni a feladatok maximális és eredményes végrehajtását. A rendőrség valóban partnerként tekint a polgárőrökre. Ezt kiválóan mutatja az a gesztus is, hogy évek óta eszközökkel támogatják az önkéntes szolgálatot ellátókat. Hát elsősorban a gépjárművek azok, amelyeket mi tudunk biztosítani, és hát most ezen a polgárőr napon sikerült a biztonság kérdésében is előre lépni, a kerékpárokhoz sikerült bukósisakokat szerezni, és kérjük a polgárőröket, hogy mutassanak példát, viseljenek bukósisakot, hogy a balesetek elkerülése, illetve a sérülések fokának a csökkentése érdekében mindent megtegyenek ők is, és megtegyünk mi is. A polgárőrség jelentőségét nem csak a rendőrség ismerte fel. Közel 10 éve már, hogy 2012-ben
a kormány stratégiai együttműködési megállapodást kötött az Országos Polgárőr Szövetséggel. Azóta pedig a polgárőrség szó szerint elkezdett felvirágozni, az általuk végzett munka pedig minden korábbinál hatékonyabbá válni. És ellátták a működéshez szükséges forrásokkal, technikai eszközökkel és rendészeti támogatással. Mi egy igen jelentős szeletet kihasítottunk az állami bűnmegelőzés rendszeréből. Tulajdonképpen az kellett, hogy motiválni tudjuk az önkénteseinket, hogy vonzóvá tegyük a polgárőrszolgálatot. Ez pedig olyannyira sikerült, hogy a polgárőrség manapság azon kevés önként vállalt szolgálatok közé tartozik, amelyek taglétszáma évről évre stabil növekedést hoz idehaza. És azt látom, hogy annak ellenére, hogy a munkaerőpiacon óriási mobilitás van, nagyon sokan ugye külföldön dolgoznak, nagyon sokan munkahelyet váltanak, lakhelyet váltanak, de a nagyon leértékelődött általában országosan az önkéntes munka, ugyanakkor a polgárőr tevékenység az pedig még mindig a legmagasabb szinten van. Csak érdekességképpen mondom, hogy 2021-ben idáig, tehát augusztusig 1500 új taggal bővült országosan a polgárőrségnek a létszáma. Hát ilyen adatokkal, ilyen számadatokkal egyetlen civil szervezet sem büszkélkedhet. A folyamatosan növekvő tagságban pedig egyre több a fiatal. Bogyiszlóna a hagyományokhoz hűen idén is elismerték a kimagasló önkéntes szolgálatot teljesítőket. Közülük pedig többen a 20-as, 30-as éveikben járók voltak. Így volt ez a polgárőr érdemkereszt bronzfokozatát kiérdemlő Dunaszentgyörgyi Molnár Bálinttal is. Én 2015 óta vagyok tagja a Dunaszentgyörgyi Polgárőr Egyesületnek. Azt vártuk, hogy 18 éves legyek és csatlakozhassak végre. A szüleimen keresztül ismertem meg ezt a szabadidős tevékenységet, nevezhetjük így is, lényegében az. Úgy gondolom, hogy a közbiztonság javítása az egy fontos dolog. Soha nem lehet elég jó, és igyekszünk segíteni a rendőrség munkáját lehetőségeinkhez mérten. Szabadidőnkből, illetve ugye, hogy említésre került családunktól elvéve tesszük mindezt, de mi családi programként is tekintünk erre, úgyhogy így még egyszerűbb. Teljesítünk szolgálatot rendszeresen a körzeti megbízottal is, illetve egyedüli, illetve a páros szolgálatot is teljesítünk elég gyakran. Igyekszünk mindent megtenni közbiztonságunk érdekében, ez a legfontosabb, úgy gondolom. A polgárőrség tehát egyre népszerűbb és elismertebb idehaza és Tolna megyében is, ennek pedig az érintetteken kívül talán mi civilek örülhetünk a legjobban.